fog halni van itt. Csak fel akartam tenni ezt a garázspoltra. Amikor az összes ócskaság leesett. Azt hiszem, itt az ideje kisrendrakásnak, bácsikám. El a garázspoltra! Kívül a szomszédokat! Igen, tessék. Ennek ötletett az ára? Ez egy három darabos készlet. Érdekel valaki, ez az érdekes mintájú lábgyöklő? De én ezt kérem. Én pedig ez! És mondsad, mennyi megen van? $6. Mennyi? Nem éri meg! Én 4-et adok érte. Csibész! Csibész! Heinrich! Csibész! Szervusz! Mennyi ez a gramofon és ez a kördeszka? 1,50 a 2. Remek! Akkor kérem. Na, így már jó. Ez gyönyörű! Jaj! Szervusztok! Na, hogy ment? Jól, ide nézd, mennyi pénzt kerestünk. Ez szép munka volt, gratulálok! De sérj, ez itt a fények, fiúk. Köszönjük, Maxi bácsikára volt. Igen, és mindent eladtunk. Kicsoda? Mindent? Mindent, ami azon a polcon volt. Jaj, ne, elfelejtettem. Rajta hagytam a kedvenc vázámat is. Ugye a vázát nem adtátok el, fiúk? Kb. Ekkora volt. Ha ott volt a polcon, akkor igen. Ezt nem hiszem el. Sajnálom, Faxni, nem tudhattuk. Ó, persze, hogy nem. Az én hibám volt. Nem jutott eszembe. Jaj, a vázám. Ne aggódj, Faxni bácsi. Majd mi visszaszerezzük valahogyan. Igen, visszaszerezzük. Egy vázat? Nem, én nem vettem vázat. Nem is olyan egyszerű megtalálni egy ilyen vázát. Tudtad, hogy ez volt a 15. ház, ahová becsöngettünk? Nem számoltam, fogsz. Szapancs! Szapancs! Gyere vissza, rossz kutya! Szóval itt vagy, te rossz fiú! Foxy, azt hittem, neked jobb dolgod is van annál, mint hogy ilyen csúnyán felbosszant szegény tapancsot. Van is, Eusébia nagyi, van is. Mi a Foxy nagybácsink vázáját keresjük. Véletlenül eladtuk, de vissza szeretnék kapni. Szóval vázát mondtatok? Igen. A vázáját, ami kb. Ekkora? Miért talán láttál? Meghiszem, azt én vettem meg. Visszakaphat meg, Eusébia nagyi. Ha jól emlékszem, $3 adtátok el. Igen, 3 év. Nos, a mai inflációkor számolva és a napi tőzsdeindex alapján hozzáadjuk a kamatokat, kezelési költséget, akkor megkaphatjátok mondjuk $6. $6? Hát ez pont a duplája annak, amit te fizettél. Nos, kell vagy nem? Tessék, $6. Gyere, Francesca, keresd meg a repülési leckédet. Éha! Gyere, Foxy, nincs most idő a pancsolásra, gyere! Vigyázz, Foxy! Igen, eljártunk. Épp hogy. Foxy bácsi! Visszahoztuk a vázádat! Szép munka volt, fiú! Köszönöm! Semmi baj, fiúk, ez nem számít. Micsoda? Nem a váza volt olyan nagyon fontos. Csak abban tartottam annak az órának a kulcsát, amit a nagyapámtól kaptam a 10. születésnapomra. Arról az óráról van szó, ami zenélt egészen addig, amíg le nem esett. Igen, arról. Mi azt is eladva?